Köszöntöm Önöket, friss napszemle kezdődik, már is mutatjuk a fontosabb témákat. Szárhegyen tartották a megyei farsang búcsúztatót, Gyergyószent Miklóson a Benedek kúria udvarán temették el a telet a hétvégén. Két polgármester jelölt, valamint 19 tanácsos jelölt jelentkezett az RMDS által szervezendő előválasztásra. Nem tudta megvédeni bajnoki címét a Székelykeresztúri Egyesülés a megyei futsal bajnokságban. A döntőben Balánbánya bizonyult erősebbnek. Szárhegy volt a házigazdája idén a Hargita megyei farsang búcsúztatónak. A helybéliek mellett 12 település hagyományőrző csoportjai vettek részt a nagyszabású eseményen, és mutatták be saját téltemető szokásaikat. Vasárnap Gyergyószent Miklóson is elbúcsúztak a farsangtól, a Benedek kúria udvarán gyűltek össze a téltemetők. A Hargita megyei kulturális központ 1993-ban szervezte meg először a farsang búcsúztatás szokását bemutató találkozót, amelynek résztvevői Hargita megye hagyományőrző csoportjai. A bolondos, állarcos mulatság nagy népszerűségre tett szert, sok érdeklődőt, turistát vonz évről évre. A rendezvény helyszíne mindig változik, minden évben más település vállalja a házigazda szerepét. Idén Gyergyószárhegyen volt a megyei farsang búcsúztatás. Alsósófalva, Csíkborzsova, Csíkcsicsó, Csíkmenaság, Csíkszentdomokos, Csíkszentkirály, Csíkszentsimon, Csobotfalva, Gyergyóditró, Gyergyóremete, Kászonaltiz, Szentegyháza és a házigazda Gyergyószárhegy hagyományőrző csoportjai mutatták meg, hogyan zajlik náluk a farsang temetés. A csoportok minden utcát végigjártak, vidám hangulatot teremtettek mindenhol. Majd délután a vásártéren közösen ünnepeltek. A szárhegyi csapat a bőgő temetést mutatta be. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Komoly beszédem csak eddig tartott! Az esti veres bor betyárul megártott! Nem Ditróból jöttem! Nem a Sri Lankáról! De valamit hallottam a Facebookos pletykákról. Elhívtatok, s jönni alig bírtam. Nem es hiszitek el, hogy a kántor az éjjel mennyit ittom. Jó, nem es gondoltam, hogy ennyien várnak. Holnapra a pap miatt néhányan válnak. Szegény asszonyok, hogy tűk mennyit nyitok! A nagy szerszám meghalt, ezért így sírtok? Ne a testvívők! Menni alig tudnak! Jó mámoroson egy nagy bőgőt reggel óta húznak! Azt hiszitek, hogy itt az élet megállt? Helyette tűkbögtök, s ezért kaptok medált? Jaj, majd emlemádok! Sírjatok az élőkért! Ez befogta a száját! Gyurcsán, ahogy mondja, azt a kutyafáját! Rengeteg érdeklődőt vonzott az esemény. Másnap Gyergyószent Miklóson is megtartották a farsang temetést, szokott módon a Benedek kúria udvarán mutatták be a farsang temető ceremóniát a Batthyány Ignác Technikai Kollégium diákjai. De mielőtt a Szent Bölgy bekövetkezhetne, kocincson mindenki erre az esztendőre. Emeljük poharunkat az ezévi termésre, a jó egészségre, a családi békére. Minden székelyasszony szeresse az urát, és minden férfi ember becsülje asszonyát. Minden pendely mellé kerüljön egy gatya, s a bábasszonyoknak sok legyen a dolga. Sok gyermek szülessen, rendre minden évben, s a nagyvilágból kiki hazatérjen. Itt építsen házat, itt legyen hazája, s itt szeressen rajongásig sok-sok unokája. Színre került Cibere Vajda és Koncz király küzdelme is, amely minden évben ugyanúgy ér véget. A tél és a farsangi időszak elbukott, elégett az azt jelképező szalmabábú, átvette az uralmat a 40 napos bőt. A kis- és középvállalkozások hitelbiztosításának országos alapja bejelentette, hogy megkapta a pénzügyminisztériumtól az idénre elkülönített hitelkeretet, és ebből elindítja az első otthon programot.
Az állam összesen 14 banknál vállal kezességet a felvett hitelekért. Ide tartozik többek között a Transzilvánia Bank, a Cseh Bank, az ING, a Raiffeisen Bank és az OTP Bank is. Két polgármester jelölt, valamint 19 tanácsos jelölt jelentkezett az RMDS által szervezendő előválasztásra. Két hetes kampányidőszak után a választó polgárokon lesz a sor, hogy eldöntsék, ki legyen a szövetség polgármester jelöltje, és milyen sorrendbe kerüljenek a jelöltek a tanácsos listára a közelgő önkormányzati választásokon. Csütörtökön járt le a határidő, amíg jelentkezni lehetett az RMDS által szervezendő előválasztásra. A szövetség helyi szervezete összesített és nyilvánosságra hozta azok nevét, akik polgármester, illetve tanácsos jelöltként részt vesznek az előválasztáson. 19 tanácsos jelölt adta le a jelentkezését a Gyergyószár Miklós RMDS irodába, és két polgármester jelölt. A két polgármester jelölt, Csergő Tibor múzeumigazgató és Lenemir Balázs alpolgármester úr adta le a jelentkezését itt nálunk. Ami fontos nekünk az az, hogy habár az elkövetkező időszakban 17 tagú lesz a tanácstestület itt Gyergyószár Miklóson, ennél többen adták le a jelentkezésüket. Azt várjuk el, hogy a RMDS városvezetése legyen Gyergyószár Miklósnak. 12 év után úgy gondolom, hogy bebizonyítottuk az elmúlt évekbe, habár nem mi vezettük a várost, segítettük, és több olyan RMDS lobbynak köszönhetően támogatás érkezett Gyergyószár Miklósra, amelyek nem minden esetben valósultak meg, de a szerződéskötések azok megtörténtek, és mi vállaltuk azt, hogy az RMDS lobbynak köszönhetően a legnagyobb problémát, vagyis a pénzszerzést oldjuk meg a városnak. Úgy néz ki, hogy tovább kell ezzel lépjünk, és abban is kell segítséget nyújtsunk, hogy ennek a pénzeknek az elköltésére, a beruházások megvalósítására is támogatást adjunk a városvezetésben, és ezért kérjük a Gyergyószár Miklósiak támogatását. Segítsenek abban, hogy minél több testületi tag legyen, illetve városvezetés, az RMDS városvezetése legyen Gyergyószár Miklósnak. Az előválasztás a tanácsos jelöltnek jelentkezők névsora a következő: Csavar Gábor, Albert Huba, Bíró Emese Erzsébet, Molnár Zsolt, Benedek Csaba, Barabás Orsolya, Angi Zoltán, Benedek Miklós Zoltán, Csergő Otto, Csergő Tibor András, Erős Levente, Fazakas Zsuzsanna, Hompot Attila, Kántor Boglárka, Keresztes Zsombor, Kolcsár Béla, Kulcsár László, Mayer Róbert, valamint Lenemül Balázs. Az elkövetkező két hétben amolyan kampány lesz, a jelöltek kampányolhatnak, elmehetnek, beszélhetnek a lakókkal, és arra kérjük a lakókat, hogy segítsenek abban, hogy a 19 személyből egy rangsorolás álljon fel, ki az a személy, aki legyen a listavezető, ki legyen a második, ki legyen a harmadik. Ennek érdekében egy 10 fős csapatot kell úgymond bejelöljön a szavazólapon az, aki Gyergyószár Miklóson szavaz, hogy ki az a 10 személy, aki szerinte a testületbe kerüljön be. Ezeket majd összesítsük, és annak függően, hogy ki kapta a legtöbb szavazatot, az úgy áll fel a sorrend a listánkon. Azért fontos ez, mert nem azt akartam én területi elnökként, hogy egy irodában leülve írjuk össze egy szűk kör, hogy ki legyen az RMDS tanácsosi listáján. És majd a lakosság válasszon az RMDS lista, vagy az MPP-s lista között például, vagy egyéb listák között. Hanem úgy gondoltam korrektnek, hogy a lakók már döntsék el, és szóljanak bele, hogy a mi listánkon, az RMDS listán kik kerüljenek fel. Ezért volt meghirdetve publikusan, bárki jelentkezhetett, köszönöm a 19 személynek, aki jelentkezett, és megkérjük a Gyergyószár Miklósi lakókat, hogy az elkövetkező időszakban ebben a kampányban, kampány után majd szavazzanak arra 10 személyre, akit ők szeretnének, hogy bekerüljön a testületbe. A kampány elkezdődött, néhány nap múlva pedig az is kiderül, hogyan és mikor zajlik majd le az előválasztás. Az RMDS egyébként Gyergyószent Miklós mellett minden gyergyószéki településen indít polgármester jelöltet. Megjelent a hivatalos közlönyben a beiskolázás rendjét és módszertanát szabályozó rendelet. Az előkészítő osztályba történő beiratkozás első szakasza március 4-e és 23-a, a második szakasz április 23 és 30-a között zajlik. A rendelet értelmében azokat a gyermekeket lehet beiratni előkészítő osztályba, akik augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket.
A jelentkezőket az iratkozási folyamat lezárulása után sorolják be osztályokban. Február 25-e és március 9-e között a tanintézetek nyílt napokat tartanak, mely alkalomból a szülőknek, a gyerekeknek és más érdeklődőknek lehetőségük lesz ellátogatni az iskolákban, elbeszélgetni a tanítónőkkel. Az elmúlt másfél hónapban megháromszorozódott a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésére leadott támogató aláírások száma. A nemzeti régiók védelmében azok mesterséges elszegényítése ellen indított kezdeményezést mindeddig 120 ezeren támogatták. Ahhoz, hogy az Európai Bizottság nyilvántartásba vegye, május 7-éig összesen 1 millió aláírást kell összegyűjteniük a kezdeményezőknek. Közel 10 hónappal ezelőtt indította aláírásgyűjtő kampányát a Székely Nemzeti Tanács. A polgári kezdeményezésük lényege, hogy az Európai Unió dolgozzon ki egy olyan jogszabályt, amely meggátolná a nemzeti régiók, például Székelyföld mesterséges elszegényítését. Az SNT szerint ugyanis a Gyulafehérvár központú központi fejlesztési régióban diszkriminálják a Székely megyéket. Izsák Balázs, az SNT elnöke bizakodó az aláírásgyűjtés sikere kapcsán. Az, amit mi közvetlenül látunk, az a digitális aláírás, tehát arról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy 120 ezer van. A papíralapú aláírásokról nincs összesített adatunk. Tehát ennél azért a 120 ezernél több aláírás van, és meggyőződésem, hogy május 7-éig ez teljesíthető. Az RMDS korában 250 ezer aláírás összegyűjtésére tett ígéretet. A Minority Safe Pack polgári kezdeményezés esetében Magyarországon 565 ezer aláírás gyűjtöttek össze. Az SNT elnöke is a magyar kormány és országgyűlés támogatásában bízik. Nem az 1 millió aláírás az egyetlen feltétele annak, hogy az Európai Bizottság nyilvántartásába vegye a kezdeményezést. Legkevesebb 7 uniós tagállamban kell teljesíteni a megszabott kvótát. Ebben az SNT a partnerszervezetek, például az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója támogatására számít. A FUEN ezelőtt mintegy 3 héttel elindított egy európai online tájékoztató kampányt Facebookon és más online felületeken, amelyben az aláírásgyűjtésre buzdítunk, és nyilván itt szponzorizált tartalomról van szó, tehát minél több emberhez szeretnénk ezt az üzenetet eljuttatni. A FUEN elnöke hozzátette, a Minority Safe Pack polgári kezdeményezés kapcsán egy hónap múlva, március 23-án kerül sor a közmeghallgatásra az Európai Parlamentben, amelyen részt vesznek az Európai Bizottság képviselői is. A testületnek július 10-éig kell döntenie arról, hogy indít-e jogalkotást. Támogatást utal a mezőgazdasági, intervenciós és kifizetési ügynökség azoknak a gazdáknak, akik ökogazdálkodást folytatnak. A juttatást igénylő gazdáknak azonban kötelező módon el kell végezniük egy biogazdálkodásra vonatkozó képzést, a megyei mezőgazdasági igazgatóságnál pedig le kell adniuk a biogazdálkodás rendszerében maradásához szükséges nyomtatványokat. A szántóföldi kultúrák esetében hektáronkénti évi 293 euró, a zöldségek esetében hektáronkénti évi 500 euró, gyümölcsösök esetében pedig hektáronkénti évi 620 euró lehet a támogatás értéke. Megnyitott a kapuit Bukarestben az ország legnagyobb turisztikai vására. Az eseményre csábító ajánlatokkal készültek a turisztikai ügynökségek. A bukaresti Roma Expo kiállítási központban megnyílt turisztikai vásáron mintegy 300 standnál várják az érdeklődőket az utazás szervezők, turisztikai szolgáltatók. Aki már a nyaraláson gondolkodik, számos ajánlat közül választhat. A Visit Maros Egyesület idén a székelyföldi megyék turisztikai potenciáját népszerűsíti. Ebbe az évben ez egy sorozat, mert innen Bukarestből megyünk Budapestre, utána Berlinbe. Tehát Budapesten is együttesen vonul föl a három megye, ott valamire nagyobb volumenű standal, mert per pillanat azt érezzük, hogy a belföldi piacon egy óriási kereslet van, de ugyanakkor a külföldi beutaztatásunk az elmarad, és ott van igazából több feladatunk. A vásáron magyarországi turisztikai szakemberek is jelen vannak a kínálatukkal. Azt mondják, Romániából rengeteg az érdeklődő a magyar turizmus kínálata iránt.
Ezeken a kiállításokon konkrétan az utazó közönséggel is egy személyes kapcsolatot tudunk kialakítani. Tehát nagyon gyakori az a jelenség, amikor itt a standon történnek foglalások, illetve ajánlatkérések. Néhány turisztikai ügynökség visszautasíthatatlan ajánlattal kecsegteti az utazások szerelmeseit. Vannak olyanok is, akik félárban kínálják a nyári kirándulásokat. Kelemen Barna azt mondja, aki időben foglal, sok pénzt spórolhat meg. Vannak esetek, hogy akár 20-30%-kal olcsóban meg tudjuk vásárolni a nyaralásunkat, és az abból a szempontból is fontos, hogy egy kettő felnőtt, kettő gyerekes család, hogyha mondjuk normális körülmények között a turisztikai csomag 2200 euróba kerül, lehet, hogy ebben a perűsben megvásároljuk, az lecsökkent 1700-1800-ra. Tehát lényeges összeget tudunk megspórolni, ha most fizetünk be ezekre a nyaralásokra. A romániai turisták körében továbbra is Görögország, Törökország és Egyiptom iránt a legnagyobb az érdeklődés. A turisztikai vásár február 23-áig látogatható. Én és a zongorám címmel László Attila önálló estjére kerül sor holnap. Jegyek ára 30 lei. Az esemény helyszíne a Művelődési Központ színházterme, kezdési időpontja pedig 19 óra. Gyergyószle Miklós volt a házigazdája a Benedek Hargita megyei futsal bajnokság 6-os döntőjének az elmúlt vasárnap. A tavalyi bajnok Keresztúri Gárda idén is döntőbe jutott, a címvédés azonban nem sikerült. A csoportmérkőzésekkel rajtolt el vasárnap reggel a futszálosok megyei 6-os döntője, amelyen a selejtezőkből továbbjutott csapatokat 2-3-as csoportba sorolták be. Az A-jelű csoportban a házigazda Inter Gyergyó U19-es csapata sok gólos előnyből veszítette el a Csíkszentsimoniak elleni összecsapását, javítani tudott azonban a Tusnád fürdőiek ellen. A csoport utolsó összecsapásán egy újabb Szefite győzelem született, így a Szentsimoni Gárda csoport elsőként, az Interes Ifik pedig másodikként jutottak az elődöntőkbe. A B csoportban a Székely-Keresztúri Egyesülés nyerte mindkét találkozóját, a Balánbányai Bányász pedig második helyezettként csatlakozott a további küzdelmekhez, s könnyen vette az elődöntőt, 7-1 arányba múlva felül a Szentsimoni együttest. A bajnoki döntőtorna egyik legszorosabb mérkőzése volt az Egyesülés-Inter összecsapás. A címvédő keresztúriak jóval rutinosabb játékos állománya nagy nyomást gyakorolt a gyergyói Ifikre, s bár a vendégeknek sikerült betalálniuk, a végső sípszó előtt 5 perccel egyenlített az Inter, s büntetőre vitte az elődöntőt. Végül a tapasztalat döntötte el a továbbjutó sorsát, mivel a hazai fiatalok nem tudtak betalálni a rutinos Klein kapujába. A kis döntőben már nem ment a játék a fáradt intereseknek, 5-3-ra kaptak ki a Szentsimoniaktól. A finálé egy újabb Balánbánya Székely-Keresztúr összecsapást hozott, s bár a csoportmérkőzések során 4-3-ra nyert az Egyesülés, a döntőben a pihentebb balániaknak ment jobban a játék. Mindkét oldalon potyogtak a gólok, a végén azonban a baláni gárda örülhetett. 5-4-es győzelmükkel ők emelhették magasba a megyei bajnoknak járó trófeát. Több híreink még egyszer egy mondatban. Szárhegyen tartották a megyei farsang búcsúztatót, Gyergyószent Miklóson a Benedek Kúria udvarán temették el a telet a hétvégén. Két polgármester jelölt, valamint 19 tanácsos jelölt jelentkezett az RMDS által szervezendő előválasztásra. Nem tudta megvédeni bajnoki címét a Székely-Keresztúri Egyesülés a megyei futsalbajnokságban. A döntőben Balánbánya bizonyult erősebbnek. Eddig a hírek, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!